Örkény István egy meghasonlott tulipán. Ki hitte volna? Soha se panaszkodott, jó egészségnek örvendett. Hagymájai már hetedik éve hajtott virágot a nyugdíjas tanítóék ablakában. Épp teljes virágzásban volt, előző este még jól beporozta a bibéjét, utána békésen átaludta az éjszakát. S reggel 5-kor, a virágok korán kelők, a negyedik emeleti ablakból levetette magát az utcára. A rendőrség először abból a föltevésből indult ki, hogy valaki gyilkos szándékkal letaszította. Kihallgatták a tanítóikat, akik tagadták a vádat, sőt, mondták, ők öntözték, szerették, és keservesen megsiratták virágjukat. Az alattuk lakó alezredes megerősítette vallomásukat. Néhány nap múlva megszüntették a nyomozást. Az öngyilkos tulipán bíborvörös színű volt, zárkózott természetű, a környékbeliek szerint csak magának élt, csalódás, megrázkódtatás tehát nem érhette. Miért akart hát megválni az élettől? Ez csak egy hét múlva derült ki, amikor az alezredesnél nagy takarítást csinált, és az erkélyükön megtalálta a tulipán búcsú levelét. Fölvitte a negyedik emeletre, ahol a tanító fölolvasta a kusza betűkkel rótt sorokat. Mikor a levelet olvasni tetszik, már nem leszek az élők sorában. Tanító úr, kedves Irma néni, bocsássanak meg. Nincs más választásom. Nem akarok tovább tulipán lenni. Hát, mi akart volna lenni szegényke? Kérdezte Irma néni. Azt nem írta meg, mondta a nyugdíjas tanító. Egy tulipán, csóválta a fejét Irma néni. Ilyet még nem is hallottam.